Jó estét kívánok! Lángolt az egyik palotavárosi parkoló múlt héten pénteken. Szerencsére nem történt baj, a Fehérvári Tűzoltók Egyesülete tartott egy rövid bemutatót a nagyközönségnek azért, hogy bemutassák, hogy hogyan alakulhatnak ki könnyen a lakástüzek, erre próbálták meg felhívni a figyelmet. A mai vendégeim Kopán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltók Egyesületének elnöke, és Viza Attila, közbiztonsággal kapcsolatos feladatokért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai téma tehát erről fog szólni. Picit beszélgessünk arról, hogy hogyan lehetne megelőzni a lakástüzeket, és beszéljünk leginkább arról most a műsorunk elején, hogy hogyan indult ez az ötlet, hogy bemutassák az ilyen jellegű tüzeket, és ugye van egy terv erre vonatkozóan, hogy ez folytatódni fog. Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket, és köszönöm a meghívást is, hiszen közbiztonsági tanácsnokként, én egyszerűsítem ezt a hosszú titulust, mindig foglalkoztatott a dolog, hogy nyilván a közbiztonságban a tűzbiztonság is beletartozik. Ez alatt azt érti a szakma, hogy a lakóság, a vállalkozások, minden olyan személy és vállalkozás, aki tűzzel egyébként foglalkozik, mert ebédet kell főzni, hegeszteni kell, vagy egyéb tevékenység során találkozik a tűzzel, hogy ekkor olyan magabiztos tudást szerezzen, ami alkalmasá teszi arra, hogy egy véletlen kialakult helyzetben, ami akár az életébe is kerülhet, vagy a javaiba, tudjon megfelelő módon reagálni. Ugye én most már évek óta van Fehérváron, illetve egész országos megyeinként rá lebontva egy tűzmegelőző bizottság, amely feladatai között szerepel az is, több egyéb más feladat között, tehát például a jégelmenés, a szénmonoxid érzékelők, a karácsonyfa tüzek és egyéb tarlótüzek kapcsán, hogy a lakosságot egyfajta oktatásban részesítsük, csak én azt látom, hogy elég nehezen tudunk eljutni közvetlenül a lakossághoz azokkal az információkkal, amelyek biztosítanák az ő nyugodt életüket, hiszen mert akár elég egy rövid pillanatnyi kihagyás, mondjuk egy megfáradt dolgos nap után, ha valaki hazamegy és felteszi a gázra az ételt melegedni, és lepihen és alalszik, akkor abból bizony komoly gondok lehetnek. És ezeket a szituációkat szeretnénk megmutatni, végigbeszélni, hogy ilyen esetekben mit kell tenni. És én azt gondolom, hogy a pénteki rendezvény során, például ott egy tűzhely, tűz imitációt utánozva nagyon látványosan megmutathattuk, hogy valóban mondjuk egy fél liter étolaj, ha lángra kap a gázon, az ott felejtett olaj, akkor az, ha valaki spontán mondjuk azt gondolná, hogy vízzel, 2 dl vízzel el tudná oltani, akkor még nagyobb problémát okoz. És én ezt a családomban és a környezetben mindig el is mondom, hogy nem pohár vízzel kell eloltani, hanem egyszerűen le kell fedni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy közel szerintem 100-an voltak, és mindenkit meglepett az a hatás, amit tud okozni például egy 2 dl víz egy forró olajon, egy égő olajon. És ha már ezek között az emberek között találtunk egyet, aki nem így fog eljárni egy ilyen, mondjuk azt, hogy vészhelyzetben, akkor már szerintem hasznosak ezek a rendezvények. És hát itt szeretném megköszönni a Fehérvári Tűzoltók Egyesületének, hogy egyáltalán ezzel a dologgal ilyen téren is foglalkoznak, hiszen a megelőzés az szerintem az egyik legfontosabb dolog ebben a kérdésben. Innen folytatjuk akkor a megelőzésről, és arról is beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha megtörtént a baj, de most nézzünk meg egy összefoglalót arról, hogy mi történt pénteken ebben a parkolóban. Egyetlen pohár víz az égő zsíradékra ekkora lánggal jár. Sose próbáljunk meg meggyulladt olajat vízzel eloltani. Többek között ez a jó tanács is elhangzott a Fehérvári Tűzoltók Egyesületének bemutatóján pénteken délután. Rengeteg módszer létezik a lakástüzek megelőzésére és megfékezésére. A tűzoltó takaró az nem más, mint egy
lángálló, égésálló anyagból készült, mondjuk úgy terítő, amit a kollégám, most a bal oldalon lévő kollégám megmutatja, hogy a táskájából kivehetőm, amiként falra szerelhető, és megmutatjuk a tűzoltó takarónak a használatát. Egész egyszerűen letakarjuk a tüzet, és ezzel is meg tudtuk szüntetni. Ha a tűz nagyján nőtt, elsőként a házban vagy lakásban tartózkodók testi épségét kell biztosítani, majd utána hívni a tűzoltókat. A diszpécser a vonal túlsó végén kérdéseket tesz fel, többek között a tűz keletkezésének okáról, a pontos helyszínről. A legfontosabb, hogy higgadtan és együttműködve válaszoljuk meg az összes kérdést, hisz hatalmas segítség a kiérkező tűzoltóknak, hogyha az eset teljes ismeretében kezdhetik meg az oltási munkálatokat. Ezután csak is abban az esetben, ha nem kockáztatjuk saját testi épségünket, megpróbálkozhatunk a tűz megfékezésével vagy kordában tartásával. Fontos, hogyha a tüzet sikerült is megfékezni, akkor is hívjuk a katasztrófavédelmet, hogy átvizsgálhassák a helyszínt, és esetleg el nem oltott vagy rejtett tüzeket is fel tudják térképezni. A műsor után a közönség is megpróbálkozhatott a tűzoltással, sokan kipróbálták, milyen is lehet a lánglovagok munkája. Urbán Dániel könnyen eloltotta a lángokat, de mint fogalmazott, éles helyzetben sokkal nehezebb dolguk van az egyenruhásoknak. Nem lehet így leírni, mert át kell élni. Beletölteni valami tüzelőanyagot. Hogy konkrét tűznél biztos, hogy izgalmasabb lett volna. Jól tudjuk használni. Megfontolja ezek után, hogy otthonra is vegyen egyet? Hát az biztos, meg a kocsiba is. Az egyesület tervei között szerepel, hogy a jövőben minden városrészbe ellátogatnak a bemutatóval. No, hát elég sok minden elhangzott ebben az anyagban. Én most egy egyszerű háziasszonyként tenném fel a kérdést, hogy hogyan tudunk otthon ilyen jellegű dolgokat megelőzni. Nekem beszélgetésünket megelőzően képviselőnek már említettem, volt egy olyan történetem, hogy ott hagytam az olajat a serpenyőben, és egy ilyen indukciós főzőlap volt otthon. Elrántottam, mert már füstölt, az ijegységtől, ugye a stressz hatására. Tehát a stressz egyébként gondolom, hogy nagyon fontos tényező itt az értékek és az emberi élet védelménél is. De hogy elhúztam, kifröccsent, és már láng is volt. Aztán nem tudom hogyan, de csodával határos módon el tudtam oltani. Azt tudtam, hogy nem szabad vizet önteni rá. De hogy ilyenkor mi a teendő? Mire kell odafigyelni? Kicsit messzebbről indulnék, ugye, hogy mennyi minden veszélyforrás vesz körül minket a lakásban, hiszen ahhoz, hogy tűzkeletkezzen, nem sok mindenre van szükség, kell egy éghető anyag, általában van mondjuk főzéskor a zsiradék, de nagyon sok éghető anyag van a lakásokban, kell egy gyújtóforrás, egy gyújtószikra, ez lehet például a hőmérséklet a gáztűzhelytől, vagy különböző elektromos berendezések szikrája keletkezhet, és hát kell egy gyulladási hőmérséklet, amikor ezek a dolgok meggyulladnak, és hát kell levegő, ami ugye szintén van a... Úgyhogy nagyon könnyen kialakulhat ez a baj, és azt gondolom, hogy akkor már a korábbi törekvéseink nem csak nekünk, hanem minden tűzmegelőzéssel foglalkozónak eredményt ér el, hogyha már volt olyan alkalom, hogy el lehetett oltani egy ilyen olajtüzet. A legfontosabb a stresszfaktor, amit említett is, hogy az embereket vagy blokkolja, vagy pedig elősegíti. Ezt mindenki egyéne válogatja. De nagyon fontos azt tudni, hogy legyen valami olyan eszköz a kezelünkben, amivel le tudjuk takarni ezt az égő olajat, hiszen elvesszük ilyenkor tőle az oxigént, és hogyha elvettük az oxigént, azzal tudjuk megszünteni a tüzet, de nagyon fontos az, hogyha viszont ezt a takarót, ez legyen egy lábasfedő, egy másik serpenyő, egy vágódeszka, egy tűzoltó takaró, akkor, hogy viszont visszavesszük, akkor az hűtőhatást nem csinált, emiatt a hőmérséklet adott, a gyújtóforrás adott, hogy újra lángra lobbanhat, úgyhogy nagyon kell erre figyelni, el kell zárni azonnal alatt a tűzhelyet, a gázt, az indukciós tűzhelyet, villanytűzhelyet ki kell kapcsolni, és meg kell várni, míg lehűl letakart állapotban. Milyen hasonló jellegű tüzek keletkezhetnek a lakásokban, nem csak ugye a főzésnél beszélhetünk el. Igen, sokszor ugye mondták, hogy miért pont most foglalkoztunk ezzel a programmal, azt gondolom, hogy egész az év minden napján, ahogy említettem az előbb is, nagyon sok veszélyforrás vesz minket körül, akár a saját lakásunkban. Ugye ilyenkor például nyáron a túlzott energiát kell fektetni a
hűtőberendezésekbe, klímákba, ventilátorokba, ugye ezek elektromos berendezések. Azt mindenki tapasztalta már, hogy az elektromos berendezések fel tudnak melegedni. Ugye gondoljunk egy laptop töltőre, egy laptopra, egy telefontöltőre, hogyha megfogjuk a telefontöltőt a töltés végén, akkor érezzük, hogy ugye átmelegedett, sokszor forró is. Úgyhogy az elektromos berendezések is nagyon veszélyt idézhetnek elő, és hát a főzés leginkább, meg hát különböző berendezésnek a meghibásodásai azok elődézhetik ezt a tüzet. Nagyon röviden foglaljuk össze, hogy akkor mi az, ami a legfontosabb ilyenkor, hogyha mondjuk megtörtént a baj, mi az, ami mondjuk segítségünkre lehet akkor, amikor éppen még kis tűzről beszélünk. Például ez a takaró, ez nekem nagyon tetszett, és mivel kéne felszerelni a háztartásokat, hogy mondjuk egy-egy kisebb tüzet el tudjanak oldani? Azt gondolom, hogy Magyarországon sajnos én, mint tűzvédelmi szakemberként mondom, hogy sajnos nem kötelezők azok a egyéni és személyi tűzvédelmi berendezések, ami mondjuk egy-két ország határa alól, de már az autókban is kötelező felszerelések. Gondolok itt egy porralótóra, gondolok itt egy füstérzékelőre, vagy egy tűzoltó takaróra, hogy a bejátszásban is láthattuk, hogy nagyon hasznos eszköz ez, a saját testünket is meg tudjuk óvni. Aztán vannak a füstérzékelők néhány ezer forintért, ami, hogyha már ugye a tűz úgy kezdik, hogy először, hogyha felhevült az a bizonyos éghető anyag, akkor még nem lángot látunk, hanem elkezd gőzölni, füstölni, forró éghető gázok válnak ki az éghető anyagból, amikor kezdődik a gyulladás folyamata. Ezt ezek a füstérzékelők már tudják észlelni, és akkor szirénázó, visító hangot adnak, figyelmeztetik a tűzoltót, de ezzel még ugye nem tudjuk a tüzet megfékezni. Szóval vannak ugye a porraoltó készülékek, amit mindenki nagyon könnyen tud kezelni, venni a falról, egy működtető szerkezetet, mint egy szódásüveget össze kell nyomni, és működik. Elnézést, hogy közbeszólok, vékony, gyenge nők is. Igen, hiszen egy kilóstól az 50 kilósig bármilyen méretű kapható, nyilván egy lakásban azt gondolom, hogy 3-4 kilós, ami jó, én az 6 kilósnak sem lennék az ellensége. A hölgyek is ezt könnyedén tudják alkalmazni. Azt gondolom, hogy érdemes ezeket a különböző eszközöket megismerni, nem félni tőlük. Nagyon sok mindenki munkáján részesül ugye tűzvédelmi oktatásba, de ott nincsen arra lehetőség, hogy gyakorlatban használják. Ez a program arra is tud segítséget nyújtani az embereknek, hogy láthattuk is, aki ki szeretné próbálni, lehetősége van kipróbálni ezeket az eszközöket. A program, ha úgy tetszik, most indult, milyen további tervek vannak ezzel kapcsolatban? A program az igazából nem most indult, csak most manifestálódik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Most léptünk a színpadra, hosszú hónapokig, talán több mint egy éve is már beszélgettünk erről a kérdéskörről, hogy mennyire fontos lenne ezzel foglalkoznunk, és látjuk is. És én azért a megelőzéshez hadd tegyek, ez mindig az a legfontosabb, mert hogyha nincs tűz, hanem csak megelőztük, az a legjobb. Mire gondolok? Fölösleges kémiai, vegyi eszközök, vegyszerek, higító, festék, ne tároljunk a lakásba. Ha vége van a felújításnak, akkor ezeket szépen össze kell csomagolni, el kell szállítani olyan helyre, ahol ezt megfelelően semmisítik. Tehát fölösleges tartogatni a lakásba. Ugyanilyen dolog az újságpapírok, szemetek felhalmozódása. Sajnos, és talán itt kérdésként nem hangzott el, de máshol megkérdezték tőlünk, és elnézést, hogy így segítem, hogy miért pont a lakótelepeken kezdjük el ezt a dolgot. Ugye a lakótelepek, sűrűn lakott lépcsőházak, ugye egy lépcsőházban 30-40 lakás lehet érintett egy kialakuló tűznél. Nyilván ez kiemelt fokozatú eset, hiszen itt több száz ember is bajba kerülhet. Ezért gondoltuk, hogy akkor, ha gyorsan akarunk és hatékonyan, akkor egy sűrűn lakott övezetekben, lakótelepeken próbáljunk meg ezzel foglalkozni. És hát sajnos azért minden lépcsőházban megtalálhatók, legalábbis feltételezem, mert azért én már találkoztam kicsit mentálisan vagy egyéb módon lecsúszott egyénekkel, akik már nem tartják a rendet, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és szemét felhalmozódik, adott esetben még mondjuk tudatmódosítással is ront a helyzetén, illetve még dohányzik is, tehát ezek a ketyegő, most nem is akarok szót mondani erre, ezek az időzített dolgok, ezek csak időkérdése. Jó ezeket feltérképezni, és itt kértük egyébként a lakóközösségeknek a vezetői, tehát ugye a lépcsőházi, a társasház közös képviselőit, hogy segítség a munkánkat abban, hogy ezeket a valóban gócokat legalább megismerjük, esetleg egy személyes találkozó során felvilágosítsuk az egyént, hogy azért milyen veszélyes körülményeket alakított ki maga körül. Mert egyébként lehet, hogy ő észre sem veszi, és nem is van tudatában annak, hogy bizony pillanatok alatt
talán a beszélgetés elején beszélgettük, 2,5 perc alatt egy komplett szoba csontra kiég. Úgyhogy egyébként, ha valaki alszik, akkor ebből majdnem, hogy nem is vesz észre semmit. Lép 3-at, 2-t szippant ebből a mérges gázokból, és gyakorlatilag elvesztettük. Tehát ezekről szeretnék beszélni mindenképp, és ez a megelőzés a legfontosabb. Tehát a vegyszereket, gázpalackokat, motorokat, benzint, ilyeneket ne tároljunk olyan helyen, ahol nem szabad, mert fokozottan veszélyes. Ez a megelőzés része. És a továbbiakban, amikor meg ezek kialakulnak, akkor pedig szeretnénk ahogy az előbb említette, ugye a pánik és a stressz az Smölc Miklós barátunk mondta, hogy egy dolgot azt most ő leszűrt, hogy az minden tűzesetnél egy dolog azonos, az pedig az egyénnek a pánik reakciója. De hogyha én azt gondolom, hogyha közvetlenül tud találkozni a bajba jutott egy olyan szituációval, hogy mondjuk ő maga olcsón el tetővel ott egy szabályzott és biztonságos körülmények között egy tűzhely tüzet, akkor amikor ez esetleg vele megtörténik a lakásban, akkor már nyugodtan és nem kapkodva nem fogja kilöttyinteni az olajat, mert egyébként halkan megkérdeztem volna, hogy most oké, hogy ott van a kezemben az olaj, és mit csinálok vele? Hova szaladok? Nem tudok vele mit csinálni. Tehát mindent először át kell gondolni, és ezekre a megoldásokat szerintem ugye mindenre nem tudunk jó megoldást mondani, mert ahány tűzoltóval beszéltem, mindegyik ugyanazt mondta, hogy minden tűzeset más, és ez igaz is, de mégis azok az alap műveletek, amiket az elején el kell végezni, hogy legalább ne fokozzuk a bajt, azok mindig megvannak, és ezeket szeretnénk közvetlenül elmondani egyébként az ott élőknek, illetve a társasházban lakóknak. És indítottunk is egyébként egy kérdőívet, ahol majd reményeik szerint sorsolni tudunk tűzmegelőzési eszközöket, amely a tűzjelző takaró és akár a tűzoltókészülék is a listán szerepel. Egyébként meglepő módon én nagyon pozitív visszacsatolásként értékeltem, hogy az embereket nagyon érdekelt ez a dolog, és bátran oda is jöttek. Amin egy kicsit megijedtem, hogy a gyerekeket, amikor vittem oda tüzet oltani, és viccesen, bár nem olyan vicces, kérdeztem, hogy azért játszottál a gyufával otthon, és mindegyik sajnos azt mondta, hogy igen. Tehát itt hangsúlyozottan megkérem a szülőket, a felnőtteket, hogy ami nem gyerekkezébe való, azt tegyék olyan helyre, hogy a gyerek ne is érje el. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszélgettünk erről. És kevés volt a negyed óra. Igen, de van egy olyan érzésem, hogy fogunk még erről máskor is beszélgetni. Kívánom, hogy a program érjen el minden város részbe, és kevés ilyen jellegű beavatkozásra legyen szükség a városban. Igen, és itt egy mondat, hogy esetleg a kritika érne minket, hogy miért Palotavárosba kezdjük ezt a programot először, mert először csináljuk. Nem azt mondom, hogy a városban egész biztos, lehet, hogy az országban sem csináltak még ilyet. Szeretnénk olyan tapasztalatokat begyűjteni, amit esetleg majd egy városi vagy országos programmal lehet fejleszteni, és azt gondolom, hogy ez mindenképp hasznára vár, úgy a fehérváriaknak, úgy a palotavárosiaknak, és egyébként úgy mindenkinek, aki a tűzet használja és a tűznek barátja, ne legyen ellenség. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. És hogyha megtörtént a baj, akkor természetesen mindenképpen a 112-t hívják, ezt azért hozzá kell tenni. Köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak a mai este folyamán. Szép estét kívánok, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!